Nagyon boldog vagyok, mert 19 klub, 3 nemzet, Romániából érkeztek, Horvátországból érkeztek, Szlovákiából érkeztek, és a magyar teljes élmezőny. 3 szavár rendszer, profi kempó, amatőr MMA és profi MMA, és szerveztünk egy amatőr MMA 4-es tornát. 8-as tornának indult ez, csak sokan kiúlottak, és 4-es tornát szerveztünk. Szerencsém van, mert a nevem a garancia, és a nevem lassan garancia lesz a jogállákra, jogálláknak az építésére. 19 egyesület jött el a szavamra. Hát jövőre Dunarasztén ugyanitt, még nagyobb létszámmal, még nagyobb sikerrel és még ütősebb meccsekkel. Igazából itt tudjuk megmutatni azt, hogy a profik, illetve azok, akik a profik táborába tartanak, kisgyerekként kezdték el ezt a küzdősportot, és meg tudják mutatni, hogy a technikai tudás és az erőléten túl mit tudnak, mennyire erősek, és milyen képzettek bent a ketrecben. Szabolcsnak tudom megköszönni ezt a gálát, ugye tudjuk, hogy sztrókja volt alig egy hete, és egy ilyen betegségből nagyon gyorsan felgyógyult, és még magára vállalta, hogy ezt a gálát ilyen szinten és ilyen színvonalon lebonyolítja. Minden tiszteletem és köszönetem az övé, illetve köszönöm azoknak a mestereknek, klubvezetőknek, illetve bíráknak, akik itt segítik Szabolcs munkáját ahhoz, hogy ez a gála zökkenőmentesen és tökéletesen lezajlódjon. Tudni, hogy ez egy meghívásos verseny, tehát nem az összes súlycsoportban indulnak résztvevők, amik egy hivatalos nagy versenyen, hanem a bejelentkezetek alapján lettek összesorsolva hasonló kategóriás versenyzők. A Kempo Full Contactor ugye azt kell tudni, hogy ütő-rugó, kőkemény harc, amiben dobásharc van, földharc. Ott egy nagyon rövid idő van, amíg leviheti az ellenfelét, tehát fogásból kialakulhat egy dobás, majd kb. 10 másodperc idő van arra, hogy be is fejezze a földharcot. Mivel hogy kesztyűben vannak, így a földharc technikáknak egy bizonyos korlátozott részét lehet csak bevinni.
Az amatőr MMA-ban, ahol kiskesztyűben kell küzdeni, engedélyezettek az ütések, a rugások, ugyanúgy a könyökös technikák a földön már sokkal nyitottabbak, és nagyobb tárháza van ugye a föld technikáknak a feszítések miatt, hiszen már lehet kart feszíteni, lábat feszíteni. A profi szint meg egyértelműen ez már egy kicsit komolyabb időkben, és azért egy kicsit technikákban is nyitottabbak és szabadabbak a versenyzések. Város rendkívül sokat költ a tehetséghez képest a sportra. A küzdősport kiemelt támogatást élvez, 3 karate szakosztály van, zsúdósok vannak nálunk, birkózók és természetesen kempó, és ezért is jelentős, hiszen tudjuk Felföldi Szabolcs, úgy gondolom, hogy elég híres polgára Dunaharasztinak, és ezért is tartottuk érdemesnek, hogy ezt támogassuk, ezt a rendezvényt. Idén, illetve 2-3 éve vezetük be 2 iskolában a judó alapú testnevelést is, tehát ez is a küzdősportos jelenlétet erősíti a városban. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy küzdősportos város. Több világbajnokunk van, megemlíthetni, egyébként van Asihara, a világbajnok a városnak, 2 is, tehát én úgy gondolom, hogy erre büszkének kell lennünk.